Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm volt feleségem bevezetőjét meghallgatni, ugyanis felidézem magamban azt a pillanatot, amikor itt bennem egy olyan átmenet zajlott le, körülbelül 30 évnyi gyakorlat után, amely tényleg a helyzetünkkel itt nagyon szembesített. A tannal sokféle dolgot csinálhatsz, ha már az úton jársz. Ha bölcs vagy, akkor magadon próbálsz meg elsősorban változtatni. Nem vetíted ki a másik emberre, a családodra végképp nem, a társadalomra pedig semennyire sem. És akkor, akinek van ízlése arra, amit te mondasz, vagy teszel, az kapcsolódik. De számomra nyilvánvalóvá vált, hogy ha bármiféle érdembeni hatást a lehető legszerényebben, a szó legpozitívabb értelmében el szeretnénk érni, akkor a hagyomány lényegét meg kell tartani, a tant gyakorolni, és az embereket abban a helyzetben segíteni, amilyenben vannak. És az emberek többsége családban és párkapcsolatban él. Tehát vagy az van, hogy megváltoztatod a társadalomnak azt a pici részét, aki hallgat rád, és akkor ilyen koreai buddhistákat faragsz belőlük, meg mondod nekik, hogy vágják le a hajukat, és legyenek szerzetesek. Ez Sun Tzu szerint soha nem tette. Tehát aki őt követni akarta, aki tőle akart tanulni, ezt tehette világiként, és tehette szerzetesként is. Sun Tzu zenmester a bódhiszattvák iparágát nyitotta meg nagyon erősen, hogy akármilyen a hajviseleted, hajtalan vagy hajas, haladj az úton, érd el a felébredést és segíts minden lénynek. És az az érzésem, hogyha az emberek azt érzik, nem csak hallják, hogy ez a segítség elérhető és az ő életformájukkal gyakorolható, akkor a tan sokkal, de sokkal közelebb kerül hozzájuk, és gyakorolhatóvá válik. Négyféle karmád van, egyéni, páros, családi és csoportos, és a hagyomány ázsiai változata az egyén és a csoport összhangjára figyelt. Tehát szerzetesi, templomi közösségeket alapítottak azok, akik teljes életformában szerették volna ezt csinálni, és a páros és a családi karma ebből kimaradt. A 20. század rengeteg változást hozott, a 21. még többet, és fog is. Nem csak én gondolom így, hanem nagyon-nagyon sok nálam jóval magasabb szinten álló tanító, hogy ha a családot és a párkapcsolatot nem kezdjük el gyógyítani a tannak az erejével és tisztességgel, akkor még inkább szétesik a társadalom. Tehát most már nem az van, hogy fel kell menni a hegyre, és le kell vágni a hajadat, és le kell mondani mindenről, ami külső forma. Csak a dualisztikus véleményeidről érdemes lemondani. Csak az illúzióidat érdemes hátrahagyni. Csak a téves nézeteidet érdemes megszüntetni. Tehát azt hiszem, hogy a tan még soha nem volt annyira formafüggetlen, mint mostanában, és soha nem volt akkora felelősségünk, mint gyakorlók és tanítók, mint most. A formafüggetlenség az elképesztő lehetőséget és veszélyt rejt egyaránt. A lehetőség az, hogy bármilyen formában gyakorolhatod. Nős, nőtlen, szerzetes, világi, tessen, mindegy a forma szempontjából. És mi lesz a tartalommal? Mi lesz a lényeggel? Mi lesz a hagyomány gerincével? Mi lesz az irányjal? Ha ezt tisztán tudjuk tartani, akkor tényleg mindegy, hogy milyen formában gyakoroljuk. De hogyha a forma meghatározza a tartalmat, akkor egyből elveszítünk valamit. Egyből azt hisszük, hogy a lényeg csak ehhez vagy ahhoz a formához köthető. Ez számomra óriási tapasztalás, hogy amit nem hittem, hogy lehetséges 10-12 éve
És 3 éve is még csak úgy gondolkodtam rajta, hogy most ez nem csak, hogy lehetségessé vált, hanem valósággá vált. És akkor van egy lény, aki ott jön, ott fejlődik a kis sejtből. És egyszer csak hallgat rád, és érzi az érintésedet, és belül úgy mosolyog, hogy apa. És még nem mondta ki, de érzed azt, hogy rád sugározza azt, hogy na, hívtál, jövök. Adsz helyet? Itt vagyok. Mondod 3 estén keresztül lágyan, hogy fordulj be, édes gyermekünk, és befordult. Tehát anyuka is tette a dolgát, és apuka is tette a dolgát, mert ha nem, akkor én nem teszem meg azt, ami rajtam múlik. Úgyhogy tényleg az élet és halál gyakorlata, ahogy hallottad a bevezetőben, az út maga. Nem utasítja el egyiket sem, de az élet, a halál pedig a halál. Nézd meg az átmenetet a kettő közt. Mi történik a körforgás különböző fázisaiban? Hogyan éled meg a saját életedet, a test és a lélek kapcsolatát? Miért kelsz föl reggelente? Miért eszel, amikor éhes vagy, és miért iszol, amikor szomjas vagy? Miért? Mire jó ez? És mihelyt az életnek így a sűrűjében, a teremtésében benne vagy, valahol a gondolkodáson messze túli választ kapsz rá. És az európai válaszok nagyrészt részlegesek, és most nagyon gyöngéd voltam. Anyának érzem, ú, Ádám magam. A férfi válasza a tragédiában, hogy nincs a teremtésben vesztes, csak én. A gondviselés megtestesítve azt mondja, hogy ember küzdj és bízva bízzál. Hát ezt a háromszöget, amit ugye Madách Imre leír, úgy többszörösen, tessék az ember tragédiáját elolvasni újra. Nem előremutató paradigmák. Nagyon sokat kell rostálni, hogy tényleg miben higgy. És hogyha van valami nem dualisztikus, valami tágas, téres, tükrös, akkor hirtelen minden elkezd a helyére kerülni, hogy a férfi miért fél a múlandóságtól, a nő pedig mondjuk a feltételhez kötöttségtől. Hogy mi az, amit tényleg az élettel vállalunk, és mi az, amit továbbadunk. Úgyhogy tudunk-e egy olyan pontot kijelölni, ahonnan az élet és halál a maga ilyenségében pontosan úgy látszik, ahogy van. És mi is a magunk teremtő és teremtett mi voltunkban úgy jelenünk meg, ahogy vagyunk. Mennyire merjük ezt? Mennyire vállaljuk ezt? Vagy újabb és újabb képeket, rétegeket rakunk magunk elé, hogy inkább a világ azt lássa belőlünk, mert az szebb vagy jobb. És kiderül, hogy a felnőtté válásnak az egyik komoly folyamat, hogy ezeket a képeket te nem gyártod le. Hogy maximálisan a helyzet, kapcsolat és együttműködés hármasában élsz. És nem vagy hajlandó egóréteget húzni magad és a valóság közé. És ekkor vagy az úton. Ekkor vagyunk az úton. Na, kinek van kérdése? Kérdésem igazából az, hogy van egy kicsi lányom, aki iszonyat kemény tükröt tart elémbe, ami nem baj, mondjuk azzal szembenézek, de őt is látom, és azt látom, hogy azok a dolgok, amiket én mondjuk nem oldok meg az életembe, azzal ő is küzd, és nehéz szembenézni, hogy én szenvedtetem őt. Szóval a kérdésem de az... De legalább szembenézni. Mi a kérdésed? Hogy ez tud változni, hogyha igen. Mondjuk magamban... Fordítva, nem tud nem változni. Tehát az ember mindig egy boldogságkereső és szenvedéskerülő lény. Tehát ebből a szempontból elképesztően megjósolhatóak vagyunk. Hogy ezt milyen áron tesszük, milyen ideákkal, milyen önképpel, az más kérdés. De én szerintem, aki a szellemi úton jár, és egy, azt mondom, advaita vagy nem kettősség alapútat követ,
ott belül van valami, ami az ő kis buddhája, a kis bráminja, az a fajta szikra, amit magunkban és másokban tényleg közösnek élünk meg. Sőt, ez az egyetlen, ami bennünk közös, amit mi itt szakszóval buddha természetnek hívunk, de hívhatod belső kis buddhának. Most aki az úton jár, az néha tényleg hallja ezt a kis buddhát belül, ahogy mosolyog, üvölt, átkozódik, boldog, leszíd, stb. Minél tisztább a tudatod, annál világosabb ez a visszajelzés belülről. Annál kevésbé csak az illúzióidnak a hablatyolása. Tehát van egy kis buddha belül, és hogyha születik egy gyermek hozzád, tőled és a párodtól, ő a külső kis buddha. És a külső kis buddha úgy tükrözi a karmádat, hogy győzd a belső tükörben látni, hogy te milyen karmát vettél át a szüleidtől, hoztál oda, amikor születtél, és mi az, amit továbbadsz, illetve ő hozott oda. Tehát a hozott karma és az átadott karma kölcsönhatása a nevelés és a tanítás. És aki a belső kis buddhát és a külső kis buddhát egy térben látja, ott tényleg nem marad ego árnyék egy idő után. Tehát ha hazudsz a gyereknek, akkor magadnak is. Ha magadnak hazudsz a gyereknek is. Oda-vissza. Nézd meg, milyen kemény dolog ez. Csak tévedtél, te jót akartál, tévedtél, és a gyerek azonnyomban visszaadja. És nem is lehet rá haragudni, mert totálisan, szándék nélkül, énség nélkül, csak a maga ártatlanságában teszi ezt. De ez számára nem irányított. A tudata rendkívül tiszta, de nem átlátott. Sung San Sonyin mondta, amikor a gyermektudatról kérdezték, pure but not clear. Tehát tiszta és ártatlan, de nagyon sokszor nincs tisztában a valósággal. Hát hányszor kell ráébreszteni arra, hogy mi a tiszta, mi a szennyezet, hogy működnek a dolgok? Hát ez így éveken keresztül. És hát a pici önközpontúság, nézd meg, hogy magával mennyire el van foglalva, hát teljesen egyértelmű, hiszen túl kell élnie a felnövekvést, és önmagát egy kicsit felépítenie. Ilyenkor a külső és belső gyermek, az a tükör, amely látja a belsőt és a külsőt egy térben, ez a legnagyobb kincsed. És ekkor dönthetsz úgy, hogy azt a karmát, amit te hoztál, és a szüleid tükrében megláttál, mennyiben adott tovább? És erre vannak módszerek, hogy te megköszönöd a szüleidnek mindazt, amit kaphattál, és amit nem kaphattál meg, arról lemondasz. Viszont azt, amit te nem akarsz továbbvinni, azt visszaadod nekik. És erre szükség van, mert különben a lányod is továbbviszi tőled, mert a kényszer az transzgenerációsan hat. De az erény is. Valaki elkezdi a dharma gyakorlatát, a mostani családtagok rétegeit, rokoni rétegeit is áthatja, természetesen a tudattalamban, mert nem újságoljuk el, hogy jaj, kedves anyósom, apósom, sógorkomám, én zen gyakorlok. Hű? Tehát ez így nem jó, ezt nem szoktuk. Amikor kérdeznek, akkor óvatosan a kapacitás mértékében válaszolunk, de ilyenkor dönteni kell a négy nemes igazság tudatában, hogy mi az, amit te továbbadsz, és mi az, amit visszaadsz fölfelé. A továbbadás szintén olyan, hogy édes lányom, édes kisfiam, ha te így beszélsz, akkor ezzé válsz. Ezt nem engedem. Te ezzé most az én szülői nevelésem alatt nem fogsz válni. És tudjuk, hogy ez azért nem ennyire fekete-fehér, de ezt néha le kell tenni az asztalra. Ki kell tudni mondani. Azért, mert te tudod, hogy ez szenvedéshez és szenvedtetéshez vezet, de ő még nem. És itt az együttérzésnek és a szilárdságnak elképesztő közös vegyítéke van, hogy a szeretet kapcsolaton belül történjen mindez. Tehát lehetünk mi korlátozók és engedők, de hogyha sérül a szeretet kapcsolat, akkor elvágódik a kapcsolat. Az egész, úgy, ahogy van. Úgyhogy nézd meg, hogy miért született hozzád a lányod. Mi az a közös karma,
amit mind a ketten látnotok kell? Mi az, amit ki kell belőle venned, ha törik, ha szakad? És mi az, amit rá kell ébresztened, és hogy azt azért tegye be a kosárba, és menjen vele tovább? Ez egy hatalmas munka, és ez az igazi önfeláldozás, amikor az addigi nézeteidet, véleményeidet, aggodalmadat, vágyadat, mindent fölülír az a realitás, aki ott a gyermeket képében van. És ez az igazi meghajlás és igazi alázat, hogy nem tudod, hogy ki születik hozzád. De ahogy nevelődik, ahogy töltötök időt, kőkeményen világossá válik. Nem lehet csak az egótranszfúzió szintjén gyereket nevelni. Nagyon visszaüt. Ha hallgat rád, akkor azért, ha nem hallgat rád, akkor azért. De csak magunkat átadni, azt az én képet, amit te viselsz magadról, életveszélyes. Tehát pontosan a fordítás, hogy ráébreszted a gyereket, hogy na, akkor most te ki vagy itt. Hogy beszélsz, hogy érzel, hogy gondolkodsz, hogy cselekszel. Tehát inkább kérdezzek, és a kérdések nyomán megjelenik az ő mélyebb lénye, na azzal biztos lesz munka, de az legalább igaz. Az nem az én hóbortom, hogy na, kislányom, kisfőd, neked ennek kell lenned. Emlékszünk, amikor szüleink, szegénykék akartak valamit, és azon nyomban befeszültél, azon nyomban lázadtál, vagy később lázadtál. Úgyhogy nézd meg, hogy valójában ki ő, milyen irányt kell tartani, milyen karmát kell kipucolni, illetve megteremteni. Nagy munka, de érdemes. Köszönöm. Szívesen. Én is a bevezetőhöz szeretnék egy picit kapcsolódni, hogy halállal kapcsolatban volt két mamám, és az egyik tavaly előtt elment. Ott lehettem vele, foghattam a kezét, és nagyon hálás vagyok, de vele innen tudtam kapcsolódni. Viszont a másik mamám, aki még él, úgy érzem, hogy ő elvárja ezt tőlem, és vele meg csak innen tudok kapcsolódni. Mindegy, hogy kapcsolódj. De ez kötelességem és az én feladatom is, mert nem biztos, hogy még egyszer végig tudom csinálni. És hogy... Még egyszer? Igen. Ő vele csak egyszer, a másik mamáddal is egyszer. Ez a matek, ez más. Ez nem egy Excel tábla. Tehát nézd meg, hogy milyen közös karmátok van. És hogyha csak egy tized megahertznyi szeretett kapcsolat van, akkor azt kell művelni, és nem oda menni arra a területre, ahol csak az útpatka ráz, ahol csak konfliktusok vannak. És ha egymáshoz születünk, akkor egymásért felelősséget vállalunk. Hogy mennyit, az a te dolgod. Hogy mennyit tud ebből ő elfogadni, az az ő dolga. De ha megnézed, a karmikus kapcsolatok, azok nagyon jól mutatják, hogy mi dolgunk egymással, csak néha behunjuk a szemünket, és befogjuk a fülünket, és nem vagyunk hajlandóak látni. Tehát már a látás hajlandósága mekkora erőfeszítés. Én így mindösszesen 6 plusz 4 évet voltam Ázsiában, a 6 az folyamatos volt, a 4 pedig az elmúlt 20 év során így összejött. És az elején a szerzetesi élet kezdetén van egy ilyen, visszanézve egy áldott állapot, amikor te nem vagy senki és semmi. Pontosan olyan vagy, mint Kwansen Boszel anyaméhében egy apró pici kopasz magzat. Nem vagy még senki és semmi, van egy darva neved, de oké, ezt néha használják, néha nem. És az egyetlen egy válasz az, hogy igen. Tehát, amit kérnek tőled, mondanak neked, azt mind megcsinálod, és a templomi környezeten belül okod van azt hinni, hogy erre szükség van, és vélemény félretéve teszed a dolgodat. És volt úgy, hogy a környezettel csak ez volt a kapcsolat, a közösségen belül az más. De a koreaiak nézik, hogy te mit csinálsz, és nem nagyon szólnak közbe. Hibákat ugye javítjuk, de a kapcsolat az ilyen nagyon vékony volt. Közben pedig figyelték az egészet, hogy ez a nemzetközi társaság itt néha 10-15 országból 30-40 fő, most akkor mit csinálunk? És amilyen sávszélességgel tudtunk kommunikálni, annyi kellett. Később hatalmasra szélesedett ez. Úgyhogy
Ázsia, Európa és Amerika úgy találkozott, hogy egy 90 naposon egymás legapróbb rezdülését éreztük. Úgyhogy néha nem is beszéltük egymás nyelvét. Most gondold el egy családon belül a hullámhosszak, hogyha tényleg a jelenlétre, figyelemre, szeretetre alapozod, ehhez már csak tiszta tudat és egy nagyon erős center kell. Miért? Mert a családi karma vagy a legjobb, vagy a legrosszabb, de nagyon ritkán van középen. Nagyon ritkán látod a maga ilyenségében a rokonaidat, a szüleidet, a leszármazottaidat, hanem mindig valamilyen dualisztikus, torzított tükrön keresztül. Na, ezt kell félretenni. És akkor ez a sáv, ez egy kicsikét növekszik. Tehát miért van az, hogy X családtag az Y családtaggal 90%-ban veszekszik, de hogyha az Y családtag kortársa, barátja, barátnője szól ugyanahhoz a családtaghoz, minden rendben van. Válasz, nincs annyi közös karma. Tehát nincsen kritikus tömeg, nem tud berobbanni. Oké? Okay. Ezt kell szépen, téresen elrendezni, jól látni, középre hozni, tisztára, mint a hegyen a szerzetesi közösség, csak ez a völgyben és a család. Úgy látni egymást, ahogy vagyunk? Hahaj, mekkora feladat! Tudomásul venni, hogy egymáshoz születtünk. Tudomásul venni azt, hogy szabadságunk és felelősségünk ugyanannak az éremnek a két oldala. És hogy életben és halálban mi közösen forgunk. Úgyhogy, ha így nézed, még a legkisebb sávszélesség is óriási tud lenni, nem kell azt akarni, hogy neked ott igazad legyen, téged mindig ott elfogadjanak, a véleményedre azt mondják, hogy jól van, nem. Az igazi az az, hogy miben segíthetek. És hogyha te tudtál segíteni, az bőven elég, hogy ki mit mond azután, teljesen mindegy. És anekdota, de ez már a csoportszinten. Voltak így a 90-es években Magyarországon ilyen buddhista csoportos találkozók, hogy egyik hagyomány, másik hagyomány, ilyen iskola, olyan, stb. És ilyen hatalmas összeborulások és beszélgetések alakultak ki, de a végén mindig a zenesek mosogattak, rakták a székeket, takarították a helységet, stb. Mert itt az volt megadva, hogy just do it, cselekedj, csak tedd, és kész. Az, hogy ki milyen véleménnyel van egymásról, hogy ma összeborulunk, hónap pedig különböző fekete pontokat adunk egymásnak, ez lényegtelen. Lényegtelen. Mit tudunk tenni egymásért? Hogy tudunk meglenni egymás jelenlétében? Hogy tudjuk tényleg látni egymást és segíteni egymást? Na, ez itt dől el. Úgyhogy családban is ez van, csak bonyolultabb, tehát le kell egyszerűsíteni. Na, ez kell a gyakorlat. Jó? Oké. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Nekem is van egy 4 éves kislány buthám. Gratulálok, nagyon jó. A kis bódhiszatva, nagyszerű. És ismét vele kapcsolatban kérdeznék. Nagyon tanácstalan vagyok most egy helyzet kapcsán, és nem tudom, hogy igazándiból mit szeretne ezzel tanítani nekem a kislányom, vagy miben lenne szükséges fejlődnöm. Már úgy született szerintem, hogy szeparációs szorongása volt azonnal, és igazándiból 4 éves, de azóta is nagyon-nagyon erősen ragaszkodik hozzám. Ahogy elnézem a többi gyereket körülöttünk, sokkal-sokkal erősebben. És körülbelül 2 hete, most ezt egy olyan szintre emelte, hogy a lakásunkban nem hajlandó nélkülem sehova mozogni, tehát mindent együtt egymáshoz érve csináltunk, végeztünk az elmúlt kb. 1,5-2 hétben, és jelenleg egyedül sem hajlandó aludni, és most abban vagyok tanácstalan, hogy nekem ebben tartanom kell-e őt, és a félelmét úgymond tiszteletben tartva ott lenni neki mindig, és vele aludni, vele lenni, kísérni, engedni, hogy rám tapadjon. Vagy azt szeretné nekem tanítani, amit tudom, hogy az én egyik fejlesztendő területem, hogy nem tartom a határaimat. És van-e elhagyás, elhagyatás karma a családban? Női vonal? Van. Akkor ő ettől fél, hogy ez vele is megtörténik. Tehát, hogyha nézed a magad és a felsőbb generáció karmáját,
akkor van egy olyan mintázatotok, amire a férfi vagy férfiak által az volt a válasz, hogy elhagytak titeket. Na, ezt kell magadban felszámolni, ezt a mintázatot, ő valójában ezt tanítja neked. Mert ha te felszámolod, akkor segítesz neki is befoldozni ezt a rést a hajón, és akkor ő megmenekül az elhagyatástól. Mihelyt ezt megteszed belül, ezt a lelki részt orvoslod, azon nyomban ez az elképesztő tapadás leválik. Ennek benned három fázisa kell, hogy legyen elismerni a történést, hogy ez megtörtént veled, vagy az anyai ággal, a nagynénivel, a bárkivel, tehát mondom női vonal. A másik, hogy meglátni ennek az okát, hogy ez miért volt a női részre. Tehát olyan nincs, hogy egyoldalú karma, ezt felejtsük el. Nincs olyan, hogy rossz helyen, rossz időben, vagy véletlen, vagy bassz szerencse. Tehát ez kuka. Nézd meg, hogy te hogyan járultál ehhez hozzá. És pont ezt a részt, ami a te hozzájárulásod, a te teremtésed ebben a negatív karmában, tehát az elhagyatás karmában, azt kell felszámolni. A mentális gyökereit orvosolni. És ez nem a mi lett volna, ha nem. Hogy a most magamon azt változtatom, hogy. És ez a megszüntetés útja. Tehát látod a szenvedést, a tényt, az okát, a megszüntetését és a megszüntetés útját. Hidd el, ha ezt magadban csak eldöntöd, hogy ezt teszed, a lányod viselkedése sokkal önállóbb lesz, sokkal kevésbé fogsz félni. Azt nem tudod megmondani, hogy így ne féljék, kislányom. Amikor így kapaszkodik, hogy úristen, velem ez ne történjen meg, ami anyával, nagyanyával, dédanyával, és akkor mindenkivel megtörtént. Tehát ezt, hogyha belül rendbe rakod, már csak elindulsz az úton, azon nyomban önállóbb lesz. Jó? Köszönöm. Kérdeztetek? Szívesen, persze. Tehát nekem a nagymamám oldalán van ebben érintettség, és én nagyon nem érzem, hogy tehát én személy szerint ebben az életemben ezzel így érintve lennék, és valahogy ő meg annyira, tehát hogy azért nehéz nekem ezzel mit kezdenem, mert, mindegy, mert hogy hol. Személyesen nem látom benne, amit mondasz a de magam. De a női vonalban látod, és ez bőven azt elég. Látom. Persze. Tehát a családi karma az teljesen olyan, mint egy nagyon bonyolult halászháló. Tehát az egyiket meghúzod, az egyik szemet meghúzod fölfelé, az összes többi megy fölfelé vele közelségének mértékében. És hogyha lefelé megy, akkor megy lefelé az egész, és egy csomó egyéb hálószem, ahol a tudattalamban kereszteződnek a karmák, reagál rá. Egyik szemet orvostod, azon nyomban hatással van a másikra. És mindegy, hogy fizikailag hanyadik. Közös szálon van. Oké? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Itt? Nekem is a nagypapám elmenni készül, és volt egy pillanat, amikor már nagyon közel volt hozzá, de most egy kicsit visszatért, és azt érzem rajta, hogy nem szeretne már itt lenni, és közben a családom minden tagja húzza vissza, tömik belé a gyógyszereket, mindenféle módon próbálják itt tartani, kicsit néha erőszakosan is, és együtt érzek velük is. Mégis úgy érzem, hogy nagypapám érzi, hogy velem, hogy én tudom őt kísérni most ebben. Uh-huh. Igazából csak ez a kérdésem, hogy hogy tudom ezt a legtisztábban mindenki felé együttérzéssel, és amikor ott van az út vége, akkor abban a pillanatban és talán utána is hogyan tudnék segíteni neki. Nézd, erős és tiszta tudattal sikeresen meg tudod alapozni az együttérzést és a bölcsességet. De hogyha a tudat nem elég erős és nem elég tiszta, akkor a családtagok véleményei beleakadnak. És akkor reagálsz akkor, amikor nem kéne. Páran hallhattátok, de a kezdők miatt elmondom újra. Képzelj el egy villamos főzőlapot, amely fűthető. Nem ez a modern, ilyen úri hóbort indukciós, ezért, hanem az a régi kis fűtőszálas villanyrezsó. És hogyha az kellőképpen fel van fűtve, ráesik egy vízcsepp, és azon nyomán elpárolog, gőzzé válik. Hogyha nagyon-nagyon szuperforró, akkor le se ér, hanem a sugárzó hőtől már gőzzé válik.
Viszont, hogyha nincs befűtve, akkor rácsöppen az a vízcsepp, és szép, lassan párolog. Ha fagypont alatt van, ráfagy. Ha fagypont alatt marad, rárakódik a sok-sok vízcsepp jégrétegé. És amikor valaki egy ütést mér a jégtakaróra, akkor vele együtt törik a fém is. Okay? Mert rideg, hideg, nem képes tükrözni, nem képes elpárologtatni, nem képes önmaga lenni, hanem azonosul mások véleményével. Ezért kell erős és tiszta tudat ahhoz, hogy te tényleg úgy tudj együttérző lenni, hogy mások érzelmeivel ne azonosulj, de sziklaszilárdan, teljes érzéssel tükrözd őket, és hogyha valaki boldogtalan, akkor próbálj rajta segíteni és a boldogság felé vinni. De a nem azonosulás az alapja az egésznek, úgyhogy 100%-os tükrözés, és igen, egy újabb paradoxont hallottál. Ezt a logika nem fogja neked összerakni soha. Tehát gyakorolnod kell, és főleg a mantra praxis, amikor boldog békeidő van, hogy a különböző hozzád közel álló karmáknak a dualisztikus záporesője, az ne hagyjon ilyen savas nyomokat rajtad. És csak a nagypapával foglalkozz. Csak ővel, az ő lelkével kapcsolat. És ilyenkor eszembe jut az a mondat, ami a halotti szertartásunk egyik kulcsmozzanata, hogy e világ kapujánál állva útjára bocsátjuk az eltávozottat. Akármit csinál a család, nagypapa el fog menni, sőt, szeretettel és együttérzéssel kell kísérni őt az úton, és annyi segítséget adni, amennyit elfogad, és amennyire szüksége van. A kettőnél, ha nem ugyanaz, de ezt a kettőt lehet középre hozni, hogy szüksége van rá, de már nem akarja. Azt már csak mi akarjuk. De tényleg mit akar, mire van szüksége, hogyan lehet neki segíteni, ezt kéne szem előtt tartani, és nem jajveszékelni, meg akaratoskodni, meg verni az asztalt, meg panaszkodni a rendszerre, hogy ez az orvos, hogy az a kórház, és a többi. Hát ez az, ami még a nem teljesen felnőtt tudatnak az eredménye. És ilyenkor elhiszik ám az elme alkotását, és pont azt szenved tőle a legjobban, az épp eltávozni készülő, akinek a legkevésbé kellene szenvednie ettől. Volt egy ilyen anekdóta Szung Szenszonyimmal, hogy 2004-ben ment ő el, és előtte egy-két évvel volt egy nagyon komoly szívinfarktusa. De olyan, hogy minden görbe ott kész. És hát ott tényleg nagyon gyorsan jött ki minden, full műszerezettség, rákapcsolnak mindent azonnal, monitorhegyek, egyebek, és tolják ki ezen a menő-manó hordágyon, és ott vannak a tanítványok, és így aggódnak. És az öreg így kinéz, így mondom, remeg minden, ott csörögnek a műszerek, ott tolják kifelé, és így mosolyog, és azt mondja, semmi baj, főpróba. Don't worry, rehearsal. Ennyi volt. Így is lehet. Érted? Tehát tudd azt, hogy ez most főpróba, vagy pedig tényleg megy. Úgyhogy nagypapát lehet tök derűsen és tök hitelesen, abszolút jó lélek, hogy nagypapa, a halál nem fáj, a betegség fáj, az injekció fáj, de a lélek el fogja hagyni a testet, miért? Mert fölvette. És múlandó a test, a lélek egy ideig használja, elégeti, elhasználta, megyünk. És ezt egy adott nyitott pillanatban, ha úgy tudod mondani, hogy tényleg bemegy, olyan hálásak érte, mert nincs ez a félelemből való több rétegű hazugság és illúziókeltés. Látni kell. Hát, hogyha tényleg főprób, akkor meggyógyulsz nagypapa, és akkor tovább esszük a székelykáposztát. Rendben van. De hogyha nem, ha tényleg ez az utolsó tánc, akkor vele kell táncolnia a két világ kapujáig. És ott pedig hálával elengedni, hogy együtt tölthettünk ennyi időt. Jó? Kicsit tényleg úgy éreztem a kórházban, mint egy főpróbán, egy én öleltem, és ment körülöttünk a színház, és próbáltam így
Pontosan. Kommunikálni felé, de valószínűleg verbálisan is. Te tartsd meg azt a jelenlétet és figyelmet, amit a színházat játszók nem tudnak, mert saját magukkal vannak elfoglalva. A saját színészi alakításaikkal vannak elfoglalva, és nem azzal a lényel, aki egyébként ott a fontos. Ja. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Magamról szeretnék kérdezni, igazából az érzékenységgel és a túlérzékenységgel kapcsolatban, hogy egyre inkább azt érzem, hogy manapság ez nem használható a mai világban, hogy nem segít engem. Elmondanád, hogy ez mire való? Tulajdonképpen milyen előnyöm származik abból, hogyha én jobban átérzek dolgokat, mert mondjuk a kinti világban annyira nem érzem, hogy ez előnyömre válna. Te milyen ember szeretnél lenni? Igazi ember, jó szívű ember, teljes ember. És ahhoz kell egy bőrfelület, amelyik érez? Igen. És kell egy lélek, aki ezt kibírja? Hát még bírja, igen. Te azért annyira ne sajnáltasd magam, mert tök jó formában vagy, ez így rendben van. Tehát az érzékenység és az erő egyszerre kell. Tehát ha az ember az érzékenységétől meg akar szabadulni, semmi más nem kell, mint egy ilyen kis titánium páncél, jó kis ötvözettel, antennák, és már is csak az van, amit te akarsz. És a világ nem ér el hozzád. Térjünk vissza a bőrfelülethez. Ez rengeteg fájdalmat is tud érezni, ugye? Igen. Oké. És az örömet is, az érintés örömét is a bőrfelületen érezzük, legalábbis a fizikait. Így van? Így. Helyes. Na most akkor az öröm és a fájdalom területe ugyanaz. Csak az érzés más. Tehát nézd meg azt, hogy mennyire bírod a fájdalmat, mert az örömet is pont annyira fogod bírni. Jó? Oké. Okay. Helyes. Tehát, hogyha megvan a kellő állóképességed, jelenléted, akkor a fájdalom csak fájdalom, az öröm csak öröm. Tehát itt nem tankokat képzünk, hanem olyan embereket, akik kibírják az életet és a halált. Mert nem azonosulnak azzal, ami egyébként sem ők. Tehát amikor látsz, csak láss. Hallasz, csak hallj. De erről ne formálj duális véleményt, ezt a véleményt ne rakd be az azonosulás dobozba, a doboz ne rakd be az én raktárba, mert akkor állandóan raktáros leszel, és csak a reflexiók és az azonosulások között fogsz kajtatni. Ettől gyengülünk le, hogy duálisan darabokra szaggatjuk az elménket, a tudatunkat, a jelenlétünket. Hát ahhoz, hogy te megfelelően erős légy, ahhoz egy nagyon világos centrum, egy nagyon jó tantien kell, és ebből lesz az a jelenlét, amely kibírja az örömet is, és a fájdalmat is. Kibírja az egyetértést, az egyetemértést. Bizonyos érzékenység nélkül nem lennénk emberek, legalábbis normális emberek biztos nem. Úgyhogy lehet nagyon sokféle példát látni, negatívat és pozitívat, de hogy te milyen ember szeretnél lenni, az a legfontosabb. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én a döntéshozásról szeretnék kérdezni, hogy honnan tudom, hogy jó döntést hozok, illetve amit nem döntök, akkor ott tudok-e hátrahagyni valami karmát, ami nincs megoldva, és akkor azzal mi lesz? Köd van, látom. Igen. Hogy döntötted el, hogy ezt a kérdést fölteszed? Tehát nagyon érdekel a válasz. De jó. Akkor türelem. Úgy érzem, hogy megoldatlan emberi kapcsolati karmáról van szó. Jól látom? Igen. Hát akkor a köd kezd oszlani. És nem neveket és helyszíneket kérek, hanem nézd meg azt, hogy az a négy nagy csatorna, amin mi úgy közlekedünk, gondolat, érzelem, beszéd és cselekedet. Négy nagy bódhiszattvát rendelünk mindegyikhez, egyet-egyet, mert annyira fontosak.
Naponta háromszor pucoljuk ezeket a csatornákat, mert még így se világos, hogy Úristen, mi mit teremtünk magunk és mások számára a gondolatainkkal, az érzelmeinkkel, a beszédünkkel és a cselekedeteinkkel. Na, amikor köd van az emberi kapcsolatokban, akkor tényleg le kell állni, és nem bonyolítani a helyzetet, és nem mindenkivel egyszerre beszélni, nem mindenki felé egyszerre valamilyen gondolatvilágot, érzelemvilágot tálalni, hanem egy adott pillanatban meg kell nézni, hogy ki a legfontosabb, utána ki a legfontosabb, utána ki a legfontosabb, és egy hierarchiának jelen kell lennie, különben szétesünk darabokra. És hogyha ez megvan, akkor azt is meglátod, hogy ezek az emberek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, nem csak hozzád, egymáshoz. És mi az a karma, amivel ez a kapcsolatrendszer korrekten a jövőbe vihető, korrekten művelhető ebben a jelenben. Elpucolható a múlt salakja. Tehát nem a trágyával van a baj, hanem az, hogy nem lesz belőle komposzt, és nem kerül vissza a termőföldbe. Azzal van a baj. Akkor nagyon büdös és sokáig. Most gondolnád azt, hogy leszedjük a friss, gyönyörűséges termést, kertészeinknek legyen hála, beviszed a konyhába, megvan a friss, zöld, vegyes saláta, és valaki azt mondja, hogy te, ez fél éve egy ilyen büdös trágyahalom volt nagy részt. Senki nem mondja ezt. Tehát meg tudod úgy forgatni a karmát, tudod úgy művelni a kapcsolatokat, hogy ez friss legyen, jó legyen, és a múlt összes tanulsága benne van. De nem ragaszkodsz hozzá, akkor sem. Nem a trágyadom tetején esszük a fejes salátát. Tehát nagyon fontos, hogy a kapcsolatok művelését megfelelő irányba vidd, amely hát a nem énség, vagy az önzetlen ugye, irány. És megnézed, hogy szenved, vagy sem attól, aki te vagy, amit teszel, mondasz, gondolsz, érzel. Boldog lesz tőle? Vagy hagyom, hogy az ő karmája boldogítson engem? Vagy boldogtalanná tegyem? Tehát az irányát kell nagyon jól meghatározni, és nagyon óvatosan adagolni mindent, mert különben elképesztően bonyolult lesz, kiismerhetetlen lesz, és akkor egyszer csak van egy olyan önfelmentő mondat, hogy nem tehettem mást. Igen, hogy jutottál el odáig, hogy nem tehetsz mást? Hány döntést kellett addig hozni? Ugye? Vagy sajnos így alakult, és akkor kiküldöd az SMS-t, és jobb lett volna személyesen, de ezt mostanában így szokták. Ja, kösz. És akkor te is kapod az ilyen kis írásos üzeneteket, hogy szerbusz, ennyi volt. Vagy dühös. Vagy még egy lehetőséget. Tehát tessék tisztán, középúton, együttérzően, magad és mások szempontjait egyaránt figyelembe véve, de egy hierarchiában gondolkodni, jól látni azt, hogy merre kell vinni ezt a kapcsolati mátrixot, és rendkívüli felelősséggel eljárni. Általában már ott bukunk, hogy túlbeszéljük. Tehát olyanokat mondunk, amiket nem is kéne. Én ezt most abba is hagyom. Köszönöm. Szívesen. Ugye tanultál belőle? Helyes. Ott hátul. Volt egy időszak úgy az életemben, hogy a családba összeadódott sok különböző bonyolult karma, és nagyon jól kitükröződött, hogy kinek milyen munkája van, és hogy mit kéne csinálni vele. És azt szeretném kérdezni, hogy hogyan tudom azt elkerülni, hogy egy családi vitába, egy nézeteltörésbe pártatlan tudjak maradni, és ne pedig szintén tagja legyek egy oldalnak is. Nehezen. Például nem szólalsz meg. Ami egy családi vitában szinte elképzelhetetlen, de hogyha nem szólalsz meg, akkor számíthatsz arra, hogy egy adott ponton mindenki rád fog mutogatni, mert te nem hangoztattad a véleményedet, ezért minden a te hibád. Mert a hallgatás az beismerés.
nem vicc, nagyon figyelj rá. Okay. Tehát, hogy te pártatlan akarj maradni, nagyon nehéz, nagyon komolyan ki kell bírni. Ha pedig megszólalsz, akkor szinte lehetetlen egyenlő esélyt adni mindenkinek, vagy ugyanolyan objektíven látni mindenkit. Itt optimális megoldás nincs. Itt felteheted azt a kérdést, hogy miben segíthetek, és pofon vágnak érte, mert éppen nem az ő egóját igazoltad vissza. Ilyenkor nem gyávaság kimenni a szobába. Tehát te azzal segíted az egészet, hogy még a jelenléteddel sem asszisztálsz ehhez a szörnyűséghez, és elmondod egy mondattal, mármint aki éppen fölfogja az ordítozás közepette, hogy én ebben nem veszek részt, és kimész. Ezt néha el se kell mondani, hanem mindenféle műmosoly nélkül, vagy ilyen dérrel, dúrral, távozás, modor nélkül kimész a szobából. És akkor te nem asszisztáltál ehhez. Te nem vettél ebben részt, tudod, hogy az ott folyik, és közben tudod, hogy előbb-utóbb ez véget ér. Segítségre lesz szükség. Az emberek elkezdik egy picit bánni azt, hogy így beszéltek egymással, és akkor te jössz. És előfordulhat, hogy mivel te ebben nem vettél részt, ezért mindenki egy kicsikét olyan, mint a kis tiszta bárány rád fog tekinteni, de sajnos a tiszta fehérgyapjas bárányokat szokták legelőször birkapörköltté vágni, úgyhogy tessék erre vigyázni, hogy te kinek adsz igazat, és kinek nem. El kell jutni odáig, hogy mindenkinek igaza van, de senkinek sincs. Marhára nem érdekel, hogy kinek van igaza, hogyan tudunk segíteni egymáson. Tehát onnan indulsz, hogy miben segíthetek, és odáig kell vinni, hogy hogyan segíthetünk egymáson, ahelyett, hogy egymás különböző végtagjait akarnánk konyhakéssel levágni, mert nem értettek velem egyet. Mert nem azt hangoztatják, amit én igaznak tartok. Ugye? Ideig el kell jutni, és el kell viselni a kudarcot, hogy akkor megint nem vagy az, akinek lenned kell. Nem azt csinálod, amit én mondok? Hát, amíg ebben a házban élsz, ugye? Akkor vigyázzál te. És ez szülői generáció, vagy uram, bocsán, nagyszülői. Hová kell eddig menni? Miért kell ideig eljutni kell? Jó? Egyéb kérdés? Alapvetően jól tudom vinni az életterheit, de ritkán másfél évente van egy olyan, amikor így, mintha kihúznák a dugót az áramból. És így elfogy az energiám, és azt mondom, hogy a legkisebb teher is, hogy nekem, én ezt nem bírom, és egész egyszerűen, minthogyha nem tudom, ez a minek él, tehát nem is a minek élek, hanem ez a nem tudom megcsinálni is. Amikor jól viszed az életterheit, akkor büszke vagy magadra? Természetesen. Ezért nem pihensz. Ez a büszkeség elvakít, és azt mondatja veled, hogy én ezt bírom, én ezt tudom, én ezt a végtelenségig, én ezt egy rakás embernek bemutatom, stb. És így kimerülsz, mint a Duracell a végére. Tehát így pirosba az egész. Tehát, ha nem akarsz bizonyítani, akkor ez a büszkeség nem fog el. És világos, hogy fiatalember bizonyítani akar, rendben van, de ebből ki kell tudni nőni. És hogyha azelőtt pihensz, hogy a mutató bemenne a pirosba, akkor nem merülsz ki. Ezért nagyon kell az engyakorlat. Tehát én csak így bírom ezt az elképesztő igénybevételt, hogy gyakorlok minden nap. Soha ilyen motiváció még nem volt a gyakorlásra, mint az elmúlt másfél évben, kivéve ezeket a kezdő éveket. Most már tudom, miért csinálom, ha eddig nem tudtam volna. Tehát nagyon komoly, de nem hagyjuk kimerülni a tartalékainkat, és tessék rendszeresen szervízbe hozni a járművedet. Oké? Okay? Járok is, még egy kérdésem lehet? Azt nem tudok arra rájönni, hogy amikor egy ilyen vihar jön, 2 óráig tart kb., mindenféle cikáznak a gondolatok, és minthogy elvágnák, így megszűnik, de utána úgy leeresztek energetikailag, minthogy elvágnák az egészet, így elmenne. Nincs és utána 10 órát alszok. Ilyenben.
Tehát a tantien leválasztódik a világról, és a wungi és a dégi nem kapcsolódik. Tehát akkor olyan gyorsan kimerülsz, hogy hihetetlen. Tehát hogyha folyamatosan például a légzés tudatosságával, a tér tudatosságával kapcsolat van a wungi és a dégi között, ugye a kongi az a lélegzet, akkor semmilyen karma, semmilyen információ nem lehet olyan erős, mint az energiakapcsolat és az egyévvállás az univerzummal. Ha elveszted az egyévvállást, azon nyomban lemerülsz. Percek, negyed órák kérdése. Úgyhogy ne feszülj rá a karmára, se magadéra, se máséra. Úgy tedd a dolgod, így egyenesen előre, hogy közben teljesen jelenlévő, tiszta, térszerű és tükörszerű tudatod van. A legkeményebb helyzetekben is. Nagyon sokszor néztem ilyen komoly válsághelyzetekről szóló dokumentumfilmeket, és megpróbáltam így kitalálni, hogy az adott személy szempontjából mi volt az, ami a válságon keresztül vitte. És az egyik hatalmas közös pont, hogy meg tudta őrizni a gondolkodásának a tisztaságát. Meg tudta őrizni a tudatának a terét. Meg tudta őrizni a tükrének a töretlenségét. Akármilyen kőhalmaz, meteorzápor, tüzérségi tűz érte karmikusan bárkitől bármilyen szögből, a jelenléte ott maradt. A tükre nem tört össze. Az egészséges önbizalma megmaradt. És ez mind energia kérdés, ez nem információ, ez nem beszéled be magadnak, hogy én akkor is jó vagyok, én akkor is bízom, én akkor is, akkor is, akkor is. Ekkor szoktunk darabokra törni. Hanem az energiád megmarad. És ugye az energia megvan, akkor a helyes helyzetfelismerés, kapcsolat és cselekvés is megvan. Elfogy a csí, véged van. Ekkor van válsághelyzet. És akkor az emberi kényszer pihen, meg üzemen kívül helyezi magát. Én naponta háromszor bejövök ide, igen, néha kétszer, de a helyzet az, hogy én enélkül nem tudok rendesen élni. Tehát olyan minőségi problémáim lennének, hogy ezt én nem viselem el magamtól. Még így is néha karcos a dolog. Hogy hány óra van egy 24 órás napban, ami egyébként 30-nak kéne, hogy legyen, és úgy nagyjából akkor lennénk egyensúlyban. Lehet, hogy úgyse. De nem lehet bizonyos minőségi szint alatt élni. Tehát nem méltó az emberhez. Amikor nem tudod a saját reaktív elmédet irányítani. Nem tudsz a saját dühöddel vagy kabzsiságoddal mit kezdeni, mert hirtelen így feljönnek benned ilyen különböző ilyen karmikus csúnyaságok. Dinoszaurusz csorda. Na hát. Úgyhogy energia kell, gyakorlat kell. Ezt nem tudod másképp megoldani. Visszatérsz a duális karma elé, gondolkodás és egyebek. Egyesíted a három energiát, és akkor megint benn van a kis konnektorod a hatalmas atomerőműben. Jó? Köszönöm. Szívesen. A társasházban, ahol lakom, lakik egy idős néni, 92 éves. Idén februárban történt meg az a vele, hogy elkezdett, mintha mondanám, szellemeket látni. Tehát tök éber, tehát nem látszik, hogy a szeme esetleg, vagy valami. Gyakorlatilag mondjuk én beszélgetek vele, és mondja, hogy Petikém, ott a hölgy ott melletted kérdezni akar valamit. Tehát ugye tök éber, csak úgy tapasztal egy másik dimenziónak a lényeit. Mm. És mi ezzel a problémát? Baromi rosszul viseli. Ő? Ő. Hogy gyakorlatilag, hogy a, ugye őt én úgy veszem észre baromi magány. Tehát ő egyedül él, és nagyon nehezen viseli el, hogy valaki más is van ott. És ugye valamelyik este, vagy pontosabban reggel beszéltem vele, hogy éjszaka kiment pisilni, és mire visszajött, egy idős asszony feküdt az ágyába. Tehát annyira megviseli a nénit, hogy a környezetére rátraktálja a problémáit, akik hülyének nézik. Nálam nincs ilyen probléma, mert elfogad, mi ezt tanuljuk. Tehát társaság kell, mert a néninek így most a darmát, hogy te a tudat kiterjesztett, ugye hullámsávját érzékeled, ez neki intellektuálisan annyira nem fog átmenni. Nem megy át, úgy, ahogy van. Annyira nem fog átmenni, hogy még nagyobb zavart keltesz benne. Tehát meg kéne tőle kérdezni, mi az ő keresztneve?
A néninek? Igen. Artemis. Artemis néni. Igen. Az igen. Az a keresztneve, Artemis. Hát akkor maradjunk az Artemisnél. És gondold el. Nem akármi. Ezt a szemével tetszik látni, vagy a lelkével? És akkor mondani fogja, hogy hát ezt most a lelkemmel látom, mert a szememmel csak téged látlak, meg a díványt, meg a fotelt. Vagy ha összekeveri a kettőt, akkor gyöngéden, türelemmel rá kell vezetni, ezt a lelkével látja. És ha megkérdezi, hogy miért látom ezt a lelkemmel, és nem a szememmel, mert a lelke egy része már ott van. Ennyit meg fog érteni, és nem kell magyarázni semmit. Az együttérző jelenlét, a humán társaság az a legfontosabb ilyenkor, és ha tényleg tiszta, és nem valami módosult tudatállapot, demencia, stb. Stb., magyarul, ha nem bebeszéli magának és elképzeli, akkor ez egy olyan kiterjesztett hullámsáv, ami a gyerekeknél megvan, még akár 7 éves korig is. És 3 és 7 között ők mondják. Csak a szülők nagy része nem érti, azt hisz, hogy gyerekkel valami baj van. Nem, a szülővel van baj, így le van korlátozva a látása. Úgyhogy van úgy, hogy a gyerek előző életeire emlékszik. Van úgy, hogy lát különböző testetleneket. Van úgy, hogy a sötétben olyan kavalkád van, hogy az ember, ja, nincs fény, sötét van, és a gyerek mondja, hogy mi történik. Borzongok bele, hogy a gyerek milyen tiszta tudatú tud lenni. Sajnos visszafelé ez nem mindig igaz, sőt, nagyrészt időskoroknál ez nem így van. De ha mégis, akkor a lelkével ezt föl fogja fogni, de csak a kérdések nyomán. Tehát együttérző tudatból, kellő megkülönböztető bölcsességgel kérdezni kell. Ahhoz neked is föl kell készülni, mert Artemis olyan válaszokat adhat, hogy te aztán arra nem tudsz mit mondani. Nagyon racionális, mert ő Grazban volt docens, tehát nem egy buta nő, és így ébren beszélgetünk, 5 nyelven szinkronfordít egyikből a másikba. És olyanon van kiakadva, hogy most valamelyik nap az olasz csatornán már a tájszólással, hogy ki van akadva, hogy a mostani nyelvezetet nem érti, és elő kell venni a szótárt. Tehát ez rendben van, mindez ártalmatlan, tehát ezzel nincs gond. Amikor az érzék felettiről van szó, akkor kell úgy kérdezni, és ha ő kérdez, válaszolni, ez megnyugtató és világos legyen. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Itt? Én még a befolyásolhatóságról szeretnék kérdezni, hogy mit jelent ez, hogy nem vagyok eléggé a középpontomban, nem elég erős a tantienem, vagy hogy tudnék kevésbé befolyásolható lenni? Ez a kérdés a világ legrosszabb kérdése volt. Így. Tehát így vagy befolyásolható, így összeestél, és kész. Alma, olyan fantasztikus kérdést tettél föl. Te vagy a legjobb zen tanítvány. Látod? Így. Tehát egy kicsikét ilyen jó és rossz rezisztensnek kéne lenni. Magyarul ne azonosulj azzal az önképpel, amit másoknak a hülyesége vagy manipulatív tudata építene benned. Tehát mind delete, delete, delete. Az egészet törölni úgy, ahogy van. Most mit látsz, most mit hallasz. A zen néha ilyen kis zen ovinak tűnik, hogy évtizedekig az ékkék és a fűzöld, sőt évszázadokon keresztül, mire jó ez? És most kiderül, hogy mire jó. Úgy pattannak le rólad a vélemények, hogy nem képesek az azonosulás rétegedbe behatolni, téged befolyásolni, és pozitív vagy negatív önképet varázsolni nekednek. Érted? Tehát amikor jóra és rosszra tudják bontani a tudatodat, és azzal elkezdeni manipulálni téged, a befolyásolás alapesete, hogy egy pozitív önképet építenek benned. Na, gyanakodj! Ha dicsérnek, nagyon gyanakodj. Ha meg szidnak, akkor nézd meg, hogy miért, hogy tényleg hibáztál-e, és akkor megköszönöd a tanítást, és menjen arrébb. Te nem azért vagyod, hogy másnak a bogzsákja légy. Javítod a hibádat, kész, ennyi volt. Utána menjen a dolgára. Lehet, hogy mellette is. Hát amikor így összeestél, hogy na, akkor én befolyásoltalak, nagyjából 3 másodperc alatt.
Amikor pedig kis UV-ig szóltam a kis homlokodat, akkor újabb 3 másodpercet befolyásoltalak fölfelé. Miért? Meg kell, mert igényünk van arra, hogy mások véleményét megegyük, vagy másoknak a gyönyörű önképgyártását magunkra vegyük, és akkor azok legyünk, és a többi. Megengedhetetlen. Tehát olyan énség probléma van belőle, az avatárod teljesen működésképtelenné válik. Az önvaló nézőpontjából pontosan látod az ok és okozat működését, az irányt, hibát javítod, erényt felajánlod, és mindenki nyugodtan mondjon, amit akar. Irreleváns. Tehát amit le kell tükrözni, az a valóság, ami pedig így elszámít egy ilyen duális köd, az pedig vélemények. Fehér felhő, fekete felhő, teljesen mindegy. Az igazi zengyakorlat, az igazi tükör az, amikor az illúziót és a valóságot folyamatosan el tudod különíteni. Tehát tudod, hogy milyen bizalmat, milyen igazi kapcsolatot tud ébreszteni egy másik emberben, ha te őt úgy látod, ahogy van? Hát előbb-utóbb szeretetteli lesz a kapcsolat. Az emberek egy részétől úgy megijed, hogy elrohan. Tehát óvatosan ezzel is, pedig nem véleményt alkottál, hanem elkezdtél lélektől lélekig egy olyan kapcsolatot felépíteni, ami nagy részt nem verbális, tehát nem szavak alapján történt ez. Megérzi az ember, hogy egy kicsikét kinyitottad, ezáltal úgy elrohan, úgy bezár, rosszabb esetben még projektál rá, hogy te milyen rossz vagy, meg hogy te milyen, meg amolyan, stb. És akkor kell kicsit visszahúzódni és kilépni. És hogyha valaki ezt kibírja, mert elég őszinte, akkor az illúzió mentesből egy olyan szilárd, olyan megfoghatatlanul gyönyörű dolog tud kijönni, ami nagyon ritka. Nagyon ritka. Na, ennek úgy fizetjük meg az árát, hogy a saját illúzióinkról mondunk le. Hogy merünk őszinték lenni magunkkal, és így másokkal is. És ebből van valami, amiért érdemes élni. És akkor nincs köd. De úgyse tudod megfogni, nem magyarázható, nem racionalizálható, nem rendszerezhető, csak van valami, ami egy fénylik, ízzik, gyönyörűen tud működni, és nem tudod, hogy mitől. Azt tudod viszont, hogy mitől nem működne. Na, azt nem. Tehát nem tudom megmondani neked, mi az igazi önvalód, de a szívszutra nagyon szépen kizár minden tévutat, hogy azt pont elhidd, vagy azonosulj ezekkel a dolgokkal, mert az biztos, hogy nem az. Oké? Köszönöm. Szívesen. 4-5 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy egy ilyen langyos posványban élek, és valójában a külső szemlélő azt mondaná, hogy tök sikeres életem van. Tehát minden terület helyén van, rendben volt. Én mégis másképp éreztem, és úgy gondoltam, hogy kívülbelül tisztítás, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Igen, nem csak, hogy elszabadultak a folyamatok, és minden is megváltozott, tehát, hogy nem csak az, amit szerettem volna, hanem mindenről kiderült, hogy mégsem az, amire én gondolok, vagy más folyamatok is vannak, mint amit én elképzeltem az életemben, és gyakorlatilag totális változás következett be. És én azt hittem, hogy körülbelül 1 évvel ezelőtt, hogy na, ez a mély pont, és innen nincs tovább, mert most már tényleg minden megváltozott, minden körülményem is, de ez a folyamat még mindig zajlik, mert gyakorlatilag azok a barátaim, akikről azt hittem, hogy igen, hát ők a barátaim. Gyakorlatilag azok az emberek is, bár ott vannak körülöttem, de mégis valamilyen szinten elszublimáltak, és teljesen más emberek vesznek most körül. De mégis úgy érzem, hogy ennek a nagy tisztogatásnak, és akkor még nem is gyakoroltam zent, hát olyan, mintha egy üres bálteremben élnék, és most már jó lenne, hogyha... Tehát, hogy valahogy, hogy mit tehetnék még azon kívül, hogy gyakorlom a zent, hogy újraépítsem az életemet, hogy megtöltsem. Ennyi lenne a kérdésem. Válasz ki egy embert, akinek őszintén azt mondod, hogy miben segíthetek. Nem itt, a bálteremben. És hirtelen nem lesz üres a bálterem.
Én azt gondolom egyébként, hogy alapvetően ez folyamatosan történik. Tehát nem. A segítségnyújtás. Nem. A segítségnyújtás itt más. A kapcsolódásról van szó. Tehát egy elképesztően jó felépített koncepcióvilágban élsz, nagyon szisztematikusan végzed ezt a tisztítást és egyebeket, és közben egyedül maradtál benne. Amikor te lényegesen a lényeg szintjén kapcsolódsz másokhoz, és itt a kezdet az, hogy miben segíthetek, akkor ez az egyedül lét eltűnik. Tehát ki az, akihez te mersz őszinte lenni? Akinek megmutatod a lelked önmagát? És ő is ugyanezt teszi veled. Ez úgy indul, hogy miben segíthetek, úgy indul, mert úgy folytatódik, hogy ki vagy. A következő, hogy kivé leszünk egymás mellett. Így már más, ugye? Na, ezt tessék meglépni. Picit talán kapcsolódnék ez, amikor először itt jártam, egyébként a magány karmájáról kérdeztelek. Magány és kívülállóság, dolgozom. Karcolgatom a jéghegyet a madárka szárnyával, de valahogy oda szeretnék kifutni a kérdésemmel, hogy van olyan kapcsolódás vagy közeg, ahol meg lehet élni a teljességet. Igen, ennek pár előfeltétele van. Az egyik, hogy az állandó öndefinícióról és önminősítésről mondj le. Ez a magánynak az egyik óriási alkotó része, hogy te állandóan, és aki magány, és állam minősíti magát. Nem a másiknak szeretne megfelelni, hanem egy olyan önképet kiépíteni, ami a saját szempontjából jó, és ebben a másik ember nincs benne. Most iszonyat divat az, hogy megfelelési kényszer és stb. Nem, kérem szépen, nem a kényszerről beszélünk, a megfelelésről beszélünk. Önként, és a másik is, megfelelünk egymásnak. Ha ebbe erőfeszítést nem teszünk, önként és dalolva, akkor olyan magányosak maradunk, mint a tarvágásból éppen megkímélt fenyőfa. Hektárokon már semmi nincs, de ő még ott áll. Tehát nézd meg azt, hogy a másik ember mikor válik fontosabbá, mint te. És ekkor indult meg valami. Na, ha ez kölcsönös, akkor az fantasztikus tud lenni. Azt hiszem, hogy van ilyen is, csak nem tudom, hogy fogalmazzam meg, hogy olyan, mintha nem is merném. Tehát, hogy kis avatarjaim működnek ilyen-olyan színpadokon, és van, hogy úgy érzem, hogy látva vagyok, van, hogy nem, de hogy mintha nem is merném teljesen megmutatni magam. Tehát, hogy... Hány avatár és hány színpad? Egy avatár, sok színpad. Csak le... Egy időben? Most azon vagyok, hogy ne. Akkor, ha egy időben, akkor sok avatár, sok színpad. Ez a baj. Szétoszlik az erőd. Oszlik a jelenlét. Tehát a variáció, sokfélesség és alternatíva, ez mind kell egy ideig. És utána pedig az egésznek le kell egyszerűsödnie, és egy avatár, egy színpad, egy pillanat. És kész. Ekkor lesz valaki, aki ezt pontosan ugyanígy látja. És akkor téged is látni fog. Köszönöm. Szívesen. Utolsó. Gyakorlati tanácsot szeretnék kérni tőled abban, hogy egy másfél éve elkövetett hibáimon rágódom, másfél éve, de úgy rendesen, tehát napi 7-8 órát is. Gyakorlatilag ez tölti ki a gondolataimat. Csiha, tehénként fogsz újra születni. Ők kérődznek nagyon sokat, napi több órát. Ott, hogy egy tehénnek hány gyomra van? 4. Bendő, recés gyomor, 100 rétű gyomor, oltó gyomor. Ez a 4. 2, ez az előemésztést végzi, ez a bendő és a recés gyomor, és utána pedig a kérődzés folyamán a félig emésztett táplálék újra megkeveredik egy kicsit a szájüregben, ez a kérődzés. Majd utána a 100 rétű és oltó gyomorba visszatérve teljes emésztési folyamaton megy keresztül, és utána már a táplálék ugye salakanyag és felszívódott energiává válik.
nem kérődzünk azon a nyomorult karmán. Oké? Tehát ami kell, az ebben a pillanatban jelen van. Az, hogy az ember látja a karmát, az nem azt jelenti, hogy az elméjének a kis vágódeszkáján a gondolkodás késével állandóan szeleteli, még jobban szeleteli. Képzelj el, egy olyan háziasszonyt, aki a petrezselymet így állandóan aprítja, és nem tud leállni vele. Már rég a kis főtt krumpli tetejére lehetne tenni azt a gyönyörű petrezselymet, de ő tized milliméteres aprócska kis darabokra és századra akarja aprítani azt a petrezselymet már órákon keresztül. Hát ez borzasztó. Nem rágódunk a karmán. Nem aprítjuk darabokra a petrezselymet. Csak egy picit. Nem porítjuk. Frissen felszolgáljuk. Magyarul a pillanat tüzében el tud égni az összes karmikus lerakódás. A tükör fényében látszik minden, ami múlt, jelen és jövő. Nem rágódunk a karmán, az azt jelenti, hogy valamit még mindig nem voltál hajlandó meglátni, és ezt nem rovom fel neked, olyan fájdalmak tudnak, olyan bűntudat, olyan szégyen lehet az ilyenben, hogy az ember nem akar szembenézni vele, mert azt érzi, hogy agyonnyomja a súlya. De egyszer csak el kell dönteni, hogy na most én leszek erősebb, vagy a múltbéli karma, amit én csináltam. És ilyenkor nem áthárítás azt meglátni, hogy igen, ez nem 100%-ig az enyém, csak 99%, azaz 1% az másé. Vagy egy másik 0,5% is másé. Az én részemet én csináltam, a másik része pedig a környezet, a résztvevő, mert stb. De a sajátomért, azért a 99%-ért, azért felelősséget vállalok. És azzal szembe merek nézni. Mire tanítalak most? Hogy nincs abszolút. A jelenségek szintjén nincs abszolút. Tehát nincs abszolút értékű karma, amitől te örökre a pokol és a gyehenna kénköves tüzében, a forró olajban, mint a karmikus rotofritőz, te ottan szenvednél. Nem. Nem. Minden karma mulandó, feltételhez kötött és kölcsönösen függő. És ez a kölcsönösen függő az, ami a karmádat a környezettel kapcsolatba hozza. Tehát ezért nézd meg a te részedet, azt itt és most orvosold. Miért? A lélek mélyén nincs idő. Életeken keresztül tudsz te kérődzni és szenvedni, hogyha szenvedteted magad. És erre nincs szükség. Viszont a hiba javítására szükség van. A mentális gyökerének a kihúzására szükség van. Nézd meg, hogy az honnan ered, honnan jött. Nincs benne egy kis illúzió fűszer, egy kis hamis azonosulás, ami a tükör torzulatát előidézte. Nincs benne egy kis dű, egy kis kabzsiság, nincs valami, amitől a tisztánlátás elködösült. Na, ezt kell orvosolni. Ugye a szenvedés okaként nézzük már meg a klasszikus buddhizmusnak az egyik alaptanítását, ami a 12 rétű láncolata a létezésnek. És mind úgy ind, hogy avidjá, nem látás. És utána jön az, hogy különböző ideák, tudati alakulatok, énképzet, érzékszervi sík, születés és halál. Tehát ez nagyon szépen le van hozva a transzcendensből az érzékszervi síkra. Igen ám, csak ez nem pusztán az élet és halál, ez minden jelenség gyökere. Tehát neked kellett egy aprócska kis folt a tükrön, hogy ezt te rosszul lásd. Ez volt az avidjának a rávonatkozó része. Az avidjából hirtelen duális bemozdulások jöttek, és elkezdett hullámzani a tükör, kialakult a pozitív és negatív önkép, világkép. Nem tudtad a mozdulatlanba visszahozni, nem tudtad a teremtés elé visszahozni, kényszerű karma, kényszerű teremtés lett belőle. És ekkor hibázunk. Ha már hallottad, de ismét elmondom, amikor azt mondod, hogy nem tehettem mást, akkor biztos, hogy ez a korlát érvényesül, a nem látásnak a korlátja. Mindig tehetsz másképp, de felismered a lehetőséget? Felismered a karma relativitását? Tudsz nézőpontot váltani? Tudsz önképet váltani? Tudsz a valósághoz híven helyzetet felismerni? Helyesen viszonyulni? Helyesen cselekedni? Ezt itt és most javíthatod csak. A múlt hibája, az nem a múlt hibája, az még a jelennek a hibája, csak ott van a tudatküszöb alatt látensen, mint eredmény. De az eredményből eredet lesz, és elköveted újra. Miért? Mert a trauma addig ismétli önmagát, amíg tudatossá nem válik. Teljesen tudatossá nem válik. És itt van az elképesztő kemény törvény,
még egy félig tudatos trauma is ismétli önmagát. Mert a másik fele még sötétben van. Köszönöm. Ez a vége volt talán a legfontosabb, mert nagyon-nagyon sok mindenem, azt hittem, hogy mindenem változtattam, de úgy néz ki, hogy van még valami, amit nem látok. De ezért kell ez a tárgyas mi ez. Nagyon-nagyon mélyre megy. Mi ez? Tehát a tárgyas mi ez kell. Tehát, hogy ránézel a traumára, a problémára, a hibára, nevezd akárhogy, és akkor ez a hatalmas karmikus fölés letüske, ez elkezd egy kicsikét laposodni. Tehát a reaktív tudatod viszi föl vagy le. Úristen! Jaj, de jó! Jaj, de rossz! Érted? És ahogy a vélemény, ahogy a reaktív tudat kicsikét csökken, hogy egyre inkább maga ilyenségében látod a jelenséget. Meglátod az okés okozati tényleges kapcsolatot, nem amitől félsz, nem amit remélsz, hanem ahogy tényleg van. És ekkor reintegrálódik az egész a személyiségbe. Miután teljesen tudatossá vált, megláttad, megismerted, és mihelyt a maga ilyenségét elnyerte, visszamegy a tudattalamba, és a megfelelő helyre szépen beül, semmit nem csinál. Ott van. Miért? Mert elnyerte önmagát. Nem az, amitől félsz, nem az, amit remélsz, hanem pontosan az, ami. Na most ez így nagyon szépen hangzik, meg tudjuk tenni ilyen kis materiális érzékszervi karmákkal, próbáld meg ezt az emberekkel. Próbáld meg a saját kapcsolati karmádat így látni, és így művelni. Na, ehhez kell rendkívül sok energia, rendkívül sok tisztánlátás, amelyet én mindenkinek szívből kívánok, és ezért együtt gyakorlunk holnap, már reggel 5 órától, ad infinitum, ha akarod, életeken keresztül. Köszönöm a jelenlétet!